Jaj, de jó! Sziasztok! Üdvözlök megint mindenkit itt a csatornámon. Most nagyon karácsonyi hangulatban vagyok. És mivel írtátok, hogy a Pepco és a Kik mennyire jó, milyen jó áron vannak ilyen különleges kis karácsonyi dolgok, mondom, akkor bemegyek és leteszteljük, hogy mik vannak. Na, de még mielőtt megnézzünk egy jó kis TikTok videót, kíváncsi vagyok, hogy na, ki az, aki emlékszik erre? Igen, ez az egyik TikTok videónak a karácsonyi verse. De most nézzük meg az ideit. Tessék! Hirite ott, Mikulás! Időközben minden más, mert e-mailben kapod a levelet. Webshopba küldöd ezeket. Ne terhed túl a futárokat, inkább te hozd a csomagokat. Nyugi, idén is jó gyerek voltam, majdnem mindig jó jegyet hoztam. Persze néha rosszalkodtam. Anyura még a frászt is hoztam, a tesómat jól megkergettem, de csak azért, mert szeretem. Na, mehet a nagy bevásárlás. Kicsit nagy a hó. Hova megyünk? Karácsonyi dolgokat veszünk. De nézd, Lara. Hú. Jaj, de jó! Jaj, de jó! Lara először találkozik a hóval, úgyhogy játsszuk is vele. Tavaly még annyira nem tudott vele játszani. Így fogunk majd jövőre hógolyót csatázni. Annyira szép, olyan jó, hogy ilyen havas minden. Nagyon tetszik. Gyerekkoromban mindig ilyen volt karácsonykor, de mostanában nem. De most olyan jó, hogy megint. Annyira boldog vagyok, hogy ilyen fehér minden. Oda figyelj! Egy nap alatt ennyi esett, és megmaradt, és lehet majd szánkozni. Na, meg is érkeztünk. Hú, jó hűvös volt amúgy. Lara! Első a Pepco lesz, utána pedig a Kik. Na jó, már kintről látom, hogy rengeteg jó cuccot fogunk találni. Tipikus, bejövök a boltba, és egyből Larának akarok nézni valami jó kis karácsonyi. Na, ilyet már vettem neki. Jézusom, de cuki. Kész a Pepco, nézzünk be a Kikbe is, gyertek. Remélem itt is találunk valami jó kis dolgot. Ilyen érdekes, mindig a ruháknál kötök ki, de most nem ez a cél, szóval megyünk tovább. Kész a Kikes vásárlás. Gyány haza! Ki szereti ezt? Bam! Úristen! Jó nagy zacskók, hát nézzük meg, hogy pontosan miket is vettem, mert sajnos nem tudtam annyit kamerázni, amennyit akartam, mert teli volt. Hát mondom, alig fértem el, nem, hogy még a kamerát ott másnak az arc előtt így húzogassam, szóval nem mindent tudtam ott megmutatni. Egyesével megnézzük. Az első egyben a kedvencem is. Ez igazán megy a hangulatomhoz. Nagyon durván karácsonyi hangulatot áraszt. És mondom neked, hogy mennyi volt. 450 forint. Még sínen se tudnám megrendelni ilyen olcsón. Hát, nekem ez nagyon bejön. Szerintem nagyon jól néz ki. Nézzük a kövit. Ezt szerintem mutattam is nektek kamerába. Didim! Larának egy nagyon cuki karácsonyi ruha. Annyira szép amúgy doknya része. Ide néz, és ráadásul body is. Kis szép harisnyere és kész. 2300 forint volt. A következő, imádom az ilyen karácsonyi salvétákat. Mindig, amikor karácsony van, én mindig ilyeneket rakok ki reggelihez, ebédhez is, vacsihoz is. A következő pedig, ezt a pénztárnál vettem észre, és úgy volt voltam vele, hogy muszáj egy ilyet vennem. Mondom neked, micsoda. Bélyegző. Nagyon sok van benne. Nagyon tetszik. Oda néz, milyen minták vannak. 700 forint volt, teljesen megéri. Legyen Mikulás bácsi. Á, nagyon jó. Ide nézzetek. Ez nagyon megérte. Második kedvencem. A következő pedig nem más, mint egy ilyen tároló. Nagyon jó. Annyira helyes. 1500 forint. Ez is teljesen megérte árba. Wow, ezt nézzétek meg, de jól néz ki. Nyaklán. Ki tudott cserélni a többit? Nézd meg, ilyen karácsonyi mintáink vannak. 700 forint volt. Aztán a következő, ha már mézes kalács. Óember, Gulás bácsi, ópihe, fenyőfa, mézes kalács, és rúd
Dolph the Red-Nosed Reindeer. Ti-ni-ni-ni-ni-ni-ni. A következő, ja, ennek nem is mondtam az árát, várjál. 450 forint volt. Mi? Mit kapsz már 450 forintért? Egy kiló kenyeret se. És 450 volt. Matrica készlet. Jó, de jó. Nézd meg, ez mind matrica. Van benne ilyen, 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 és ilyen. Nézzük a kövit. Ez nekem nagyon tetszett. Ide nézzetek! Tök jó! Miki Egér és barátai. Festés számok alapján. Jé, tényleg ám, nézzétek? Kicsi számok vannak ott. Először észre se vettem. Szóval az alapján ki tudott színezni. Ez is csak egy ezres volt, és oda néz. 500 forintról volt leértékelve 280-ra. Ebből vettem amúgy 3-at. Na de, végeztünk! A Petkóval jöjjön a ki! Nézzük az elsőt. Az első pedig nem más Sarának, Sának, mert hogy meg ne fázzon a kis nyaka. A következő pedig nagyon gyönyörűség. Ez annyira szép, nézzétek meg. Olyan szép a fa benne. És ja, várjál, milyen év volt? 600 forint. Ez pedig 2800, kicsit drágább, de ha megnézitek, ilyen fényfüzér van rajta. Ha a lemet belerakunk, akkor még itt világít. Nagyon szép. Következő pedig, imádom ezeket a karácsonyi zoknikat, vettem egyet. Nézd meg, hogy van sája is külön, be tudsz ide nyúlni. Ilyen meleg, brutál jó. A következő, nem hagyhattam ki, szintén egy nagyon aranyos alvéta. Ez valakinek vagy nagyon tetszik, vagy nagyon nem. Tudom, gics parádé, de nekem akkor is tetszik. Nézd meg, ilyen karácsonyi mintájú. Ágy nem ű! Ugye milyen jó? Következő, ilyen vékonyak, és nézd meg, tök jól néz ki. Aztán vettem ilyen nagyon meleg zoknit, 600 forint, és a Larának is vettem. A risnyába ilyen nagyon vastagot. Ott van pingvin. Ez volt leárazva 1000 forintra. Á! A legjobbat hagyom utoljára. Vettem még az adventi koszorúra újakat. Alapból mindig piros szokott lenni, de most képzeljétek el, én már kicsit megkésve mentem, mert kevés cucc volt, és nehezen tudtam válogatni. Például gyertyából se találtam 4 darab piros szint, ezért vettem 3 zöldet, és egy ilyen pirossal, de nem is bánom, mert ez is nagyon karácsonyi. Ami a legjobb, az utolsó. Ilyen karácsonyi keksz, ráadásul ilyen nutellás. Opa, ezt meg kell kóstolni, soha nem ettem még ilyet. Így néz ki. Ez olyan, mint az igazi Nutella. 750 forint volt. Nem sajnálták ki belőle a cuccot. Nagyon jó. 10/10. Na de mielőtt elköszönnék, jöjjön kivételesen egy karácsonyi videó. Tessék! Anya, ég a fa! Hányszor mondja már Szinti, hogy az nem ég, hanem világít? Oké. Okay. Anyu, már a függöny is világít! Mi? Puszi, sziasztok, és jönni fog újra egy neves videó, remélem pont a tiéddel. Kellemes ünnepeket, sziasztok!